Habosfehér ruha, álmaink hercege, impozáns gótikus templom, vagy a napsütötte természet. Ugye ismerős a kép, amit kiskorunktól belénk táplálnak a Disney rajzfilmek. Igen, az esküvőről beszélek, nem is véletlenül, hiszen egyre több pár erre az időszakra időzíti életének nagy eseményét. Így mai műsorunkban mi is ezzel a témával foglalkozunk, a főszerepet pedig a menyasszonyoknak adjuk. Tartsanak velünk! Szeretnénk, hogy ilyen interaktív esküvünk lenne. Tehát ezért nem is szeretnénk, ha hosszú lenne, hanem ha egy délután vagy az este lenne, de az tényleg minőségi idő legyen. Ehhez a ruhához megcsinálom a következő frizurát, ami egy kibontott, laza haj lesz. Nyitótáncra való felkészülés úgy gondolom nem csak a tánctanulást foglalja magában, hanem egy kis kikapcsolódás is, ugyanakkor mozgás öröme is benne van. Az is változik azért az idő folyamán, ahogy telik, hogy milyen esküvőt szeretne magának mondjuk egy lány. Meg igen, sokszor ezt érdekesnek tartom, hogy a lányoknál úgy érzem, hogy sokszor az esküvőhöz keresik a pasit, nem pedig a pasihoz az esküvőt. Meghittség, családias hangulat, nyugodtság és üdesség. E jelzők köré épül Gábor Botossára elképzelése az ideális esküvőről. Sok más lányhoz hasonlóan ő is ábrándozott a nagy napról, ez az álomkép pedig folyamatosan változott, ahogyan ő maga is. Sára és Barna esküvőjére pár hét múlva kerül sor. Az igazi nő rovatunkban néhány perc erejéig mi is részesei lehetünk a lázas készülődésnek, megismerkedhetünk a menyasszonnyal. Mint minden kislánynak volt nekem, és meg így egész életemben meg azért ott volt az, hogy na majd egyszer leszek menyasszony, és akkor milyen lesz. Akkor teljesen más volt, mint most, mert most ilyen, ugye nagyon egyszerűen szeretném, akkor meg a nagy, mindig arra vágytam, hogy nekem olyan nagy fácsilom lesz például, nem tudom, az valamiért nagyon-nagyon tetszett kislánykoromban, meg hogy nagy magas sarkú cipő, meg a ruha is ilyen, nem hogy gicses, de hogy sokkal fodrosabb és habosabb és nagy, és hú, akkora leszek, és hogy vonulok be, és valamilyen vagány lesz. Nagyon egyszerű változat fele mente lehet. Gondolom, hogy nagyon sok köze van ehhez Barninak is, mert hogy ő is ilyen nagyon-nagyon egyszerűt szeret, és a nagyon naturat. Lehet, hogyha egy olyan valakihez mennék férhez, aki a nagyon habosat és babosat szeret, akkor lehet, hogy én is felvenném azt. Most már ezt is elnőttem, hogy nem szeretnék amúgy egyáltalán fájtlet, hanem egy virágkoszorút szeretnék majd a hajamba. Amúgy három barátnőmmel voltunk, rávettek, hogy menjek, próbáljak ruhákat, és nem akartam felpróbálni egy ilyen nagyon nagy ruhát, de mégis rávettek, hogy próbáljam fel, és felvettem egyet, és nagyon vagány élmény volt, mert ott álltam a tükör előtt, és néztem, hogy de ez nem én vagyok, tehát hogy ez így nem. És a bolt alatt ment el egy srác, és akkor így felnézett, és felmutatott, hogy nagyon-nagyon jó, és így nagyon jól esett meg, nagyon aranyos volt. De hogy nem ilyet szeretnék, tehát akkor éreztem, hogy ez nem az a ruha, amilyet én akarok. Sára vőlegénye Barni szobrászművész. Mindkettejük számára nagyon fontosak a személyre szabott egyedi készítésű ajándékok. Sára eljegyzési gyűrűjét is Barni készítette. De az esküvőszervezés folyamatában is számos dolgot, például a dekorációs elemeket is ők maguk állítják elő, hisz ezáltal is mindez az ő személyiségüket, ízlésvilágukat hordozza, és ezáltal még nagyobb értékkel bírnak. Ezek kérte meg a kezem, és aztán majd kapott tőlem is egyet, én is készítettem neki egyet függönykarikával. És ezen kívül majd szeretnénk egy nagyon egyszerű, nagyon picike kis aranykarikagyűrűt, ami azért életünk végéig el fog tartani. Azt terveztem, hogy a fiúknak, akár a páromnak, meg tehát az apukáinknak is, meg a közeli fiú barátainknak a csokornyakendőt, ezt én fogom megvárni. És a lányoknak is valamit
tervezek, de még nincs konkrét, de valamit szeretnék, ami ugyancsak tőlünk van, és hozzánk hasonlít, tehát hogy mi legyen az a dolog is. Dekor része az teljesen rá van bízva az én legjobb barátnőmre. Ő az, aki ezt igazából az ő fejében van megszületve, és ő az ő elképzelése, de együtt szeretnénk mindezt készíteni. Tehát már megegyeztünk néhány barátnőmmel, tehát barátainkkal, hogy az eskü előtti héten akkor mindenki szabadság, és amit lehet, és akkor jönnek hozzánk, és együtt előkészítjük a terepet. Nagyon-nagyon szeretek sütni, és mindig úgy terveztem, hogy na majd az esküvőn egy ilyen nagy muffin torta lesz, amit én fogok sütni, de nem tudom, hogy mennyire lesz erre idő, úgyhogy úgy néz ki, hogy más dolog lesz, de hogy azt nem árulom el, mert legyen meglepetés majd a vendégeinknek, de az is egy olyan dolog lesz, amihez Barni és én is hozzájárulunk. Az vezérelt, leginkább, hogy ne legyen stresszes ez a nap. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos ez mindkettőnk számára. Nagyon sok esküvőn azt láttam, hogy már annyira fáradt a mennyasszony, és annyira fáradt a vőlegény, hogy így tényleg alig várják, hogy már lejárjon az esküvő. És ezt nagyon szeretnénk, ha mi esküvőnkön ez nem így lenne. Délután ugye lesz a szertartás, egyre inkább afele hajlunk, hogy délután ugye ne legyen nagyon meleg is, ne legyen mindenki kiájulva, hogy hol van az árnyék, hanem már mikor picit megy le a nap. És egy ilyen svéd asztalt szeretnénk amúgy, tehát hogy ez is besegítsen abba, hogy az emberek mozogjanak, hogy beszélgetni kelljen, érintkezniük kelljen egymással, tehát hogy aki nem is ismeri, lehet, hogy ketten oda mennek ugyanahhoz a tálhoz, és akkor már elkezdenek beszélgetni, vagy mégis ez elindít valamit. Meg így a legújabb ötletünk az, hogy este egy ilyen sztorizgatós tábortüzet szeretnénk. Sára számára nagyon fontos, hogy életének ebben a meghatározó pillanatában a biztonságot jelentő család mellette vele legyen. Bár édesapja lelkész, most mégsem ő fog a szószéken állni, hanem családja mellett a padban ülve édesapaként támogatja lányát és vejét. Mivel a mi udvarunkon lesz az esküvőnk, ezért az én szüleim amúgy nagyon készülnek, nagyon készítik az udvart, virágokat ültettek rengeteget. Minden reggel apa imádkozik ezért az esküvőjét, és úgy gondolom, hogy a legjobb helyre teszi le ezt, és akkor emiatt nincs miért aggódnunk. Tehát tényleg szerintem emiatt is vagyunk mennyire nyugodtak, vagy tényleg nem stresszelünk rám. Elegáns konty vagy szabadon kiengedett haj, göndör fürtők vagy sima egyszerűség, egy adott ponton minden mennyasszonynak el kell döntenie, hogy milyen frizurát választ a nagy napra. Mai divatos nő rovatunkban Jakab Imola fodrász siet a segítségünkre, és két mennyasszonyi frizurát is bemutat nekünk. A mai mennyasszonyi modellem haját kétféleképpen fogom elkészíteni. Először is egy laza kontyot fogok elkészíteni, ahol előtérbe kerül a laza hullám és a természetesség. A másodikban pedig egy fonott, kiengedett frizurát fogok elkészíteni, ahol megint csak a lazanőiesség és a természetesség fog dominálni. Eddig a modellem faját tincsenként felcsavartam csavaróvassal, és szépen felfogtam, mivel hogyha így felfogjuk, akkor tovább tart a göndörség, és egy tartást fog adni a kontyának. Miután előkészítem, tettem a modellem faját, kibontom, és formázni fogom, ahogy szeretném, amilyen kontyot fogok készíteni. Az idei mennyasszony frizura trendek nagyon lazák, egy nagyon laza és megfontolt haj, mivel a tökéletes ruha mellé egy olyan frizurát választunk, amelyik összhangban van a ruhával,
és az esküvő témájával, a helyszínnel. Azt javaslom, hogy a mennyasszony először a fodrászával egyeztesse, miután a ruhát kiválasztotta, hogy ahhoz mérten legyen összhangban a ruha és a konyt is. Jön az első rész a konyhnak, amit megint lazán lehet akár így feltűzni, vagy így oldan lazán. Attól függ, hogy a mennyasszony mire vágyik, milyen a ruha, milyen az ő habitusa. Sokféleképpen lehet ezt variálni. Ezek a kontyoknak az alapjai, nem tudom, hogy aki vágáson volt fodrászszalomban, azt tudja, hogy először ez a hajszekció, ez beletartozik az alapos munkába. Ide hátul a hajával fogok tenni egy ilyen szivacsot, ami egy plusztartást fog adni a hajnak, és egy picit így meg is nagyobbítja az egész kontyot, mivel a mennyasszony egész nap mozogni fog, neki nagyon fontos, hogy a haja kibírja az egész napot, ne mozduljon el, ne essen szét. Körbe fogom tűzni. Mikor a laza természetességről és a laza textúráról beszéltem, akkor miután előkészítettem a modell haját, akkor ugyanezt használom fel, nem simítom túl, mint ahogy régebben voltak ezek a spanyol kontyok, ott már nagyon-nagyon minden le volt simítva, minden le volt egyenesítve. Most pedig használom a hajnak a rugalmasságát, és azt formázom, azt tekerem. És ezek a pici hullámok, ezek nagyon nőiesek szerintem. Miután a csipeszekkel rögzítettem, hajlakkal is fogom rögzíteni, hogyha már itt tetszik a végeredmény, és nem szeretnék sokat, nem szeretnék változtatni, akkor ezt így lelakkozom, és vékony hajcsattal letűzöm őket. Ez a vonalvezetés szinte bárkinek jól áll, mivel nagyon szépen keretezi az arcot, és akinek problémája van a fülével, azt is eltompítja, és a nagyon széles állkapcsot is nagyon szépen eltakarja. Körülbelül ilyen az a laza vonalvezetés. Mennyasszonyok nagyon nagy erőszeretettel választják az idén. Ez csak így megmutattam, így csak szépen felfogtam. Most más készítünk, de ezek az egyszerűek, amik az idén a divatok, ezt lehet fenn. Mindenkinek az igényes. Ide érkeztem az utolsó lépéshez. Ez a homlok feletti rész. Mivel ma én nagyon szerencsés vagyok, és a modellemnek tökéletes az arca, akkor ezt így most nagyon fel fogom emelni, de zsonglőrködhetnék így is oldalra. Ez egy picit visszafogottabb. De most ezt a felsőt választom, a felső vonalvezetést, ami egy picit szerintem extrém. Azt ajánlom, hogy nagyon vigyázzanak a mennyasszonyok a hajukra, a hajépségükre, és mielőtt mennyasszonyi frizurát választanának, akkor ott a színt is egy picit válasszák, vegyék figyelembe, mivel egy konytnál, egy szőke hajszínen sokkal szebben látszanak a motivumok, és mivel egy fekete haj az elnyeli, és ha szeretnének valami extravagánsabbat, valami kifinomultabb kontyot maguknak, akkor ajánlom, hogy egy picit világosítsák ki a színüket, hajszínüket. Lak segítségével elfésülöm még a kilógó szálakat. És az utolsó lépés, amivel kiemeljük ezt a szép frizurát, az a fény, ami még jobban vissza fogja verni a fényt, ezzel sokkal csillogok, fényesebb és pompásabb lesz.
ehhez a ruhához megcsinálom a következő frizurát, ami egy kibontott, laza haj lesz. Mivel a hát az szabadon van, akkor a haj az ugye egyensúlyba hozza a nagyon csupasz hátat. Esküvői nyitótánc egyesek álma, mások rémálma. Bárhogyan is legyen, a nyitótánc az esküvői ünnepség egyik elmaradhatatlan eleme, amely megnyitja az alkalom mulatos részét, vagyis ekkor hát indulhat a buli. Na de milyen legyen ez a tánc? Látványos vagy teljesen átlagos? Hagyományos, lassúzós vagy modern, pörgős? Vicces vagy meghitt pillanatokat szerző? Egy táncoktató sokat segíthet a választásban. Fogadják szeretettel Szegi Andrea, a Kolozsvári Társastánc Egyesület oktatójának tanácsait. A nyitótánc kiválasztásakor én úgy gondolom, hogy mindenképp legfontosabb szempont az, hogy a táncnak majd tükröznie kell a pár egyéniségét, ízlését. Illetve fontos lehet figyelembe venni a terem vagy a helyszín adottságait, a jellemzőit, és nem utolsó sorban nem árt gondolni a vendégekre, a vendégsereg mienségére. Előfordulhat, hogy a pár már saját ötlettel érkezik, amit majd meg szeretnének valósítani, és én akkor ebben segítek nekik, tehát átvesszük és finomítjuk, csiszoljuk a lépéseket, alaplépéseket, figurákat, és összeállítunk egy szép koreográfiát a meglévő stílusra. Legtöbbször azonban általában én ajánlok stílus nekik. Elsősorban persze próbálom a személyiségüket, stílusokat figyelembe venni. Általában azzal szoktuk kezdeni, hogy zenéket mutatok nekik, meghallgatunk pár stílust, pár számot. Közben bennem már megfogalmazódik egy kép, hogy mi passzolna igazából hozzájuk, milyen az ő stílusuk. Én úgy gondolom, hogy 2,5-3 perc bőven elég egy nyitó tánchoz. Ennél hosszabbat nem szoktam ajánlani, mivel unalmassá is válhat. Főleg, hogy egy táncról van szó. Amennyiben 2 vagy 3 stílust is ötvözünk egy nyitó táncban, picivel meghaladhatjuk, de 4 percnél hosszabbat azért nem ajánlanék. Én nagyon sok párnak ajánlom a foxtrotot, mivel egy nagyon könnyen megtanulható, könnyen elsajátítható és vidám tánc, nagyon változatos zenékkel, nagyon könnyed, elegáns is ugyanakkor. Nagyon sok pár előszeretettel választja a keringőket, például az angol keringő, ugye azt szokták mondani, hogy a táncok királynője, egyik legelegánsabb tánc, és valóban nagyon szép koreográfiákat lehet összehozni egy szép angol keringőre. A klasszikus stílus kedvelőinek szívesen ajánlanám a bécsi keringőt, ami ugye a bálok hangulatát idézi, egy szép választás, elegáns választás egy nyitó tánchoz. Jó választás lehet akár egy latin tánc is, csak nem árt figyelembe venni, hogy hosszú ruhában nem érvényesülnek annyira a lábak, talán még kényelmetlen is lehet, így ezért ezt érdemes megfontolni. Talán ruhacsere is ajánlott ilyenkor, amennyiben a pár ragaszkodik a latin táncokhoz, például cha-cha-cha, jive, rumba, salsa akár. Vannak, akik csak lassúzni szeretnének. Én ilyenkor abban szoktam segíteni, hogy kicsit feldobjuk a táncot figurákkal, forgásokkal, különböző lépésekkel. És ilyenkor is azt szoktam ajánlani, hogy élvezzék a lassúzást is. Pártól függ, hogy ki mikor fog neki a nyitótáncra való felkészülésnek.
Van, aki már 2-3 hónappal az esküvő előtt elkezdi a felkészülést, de arra is akadt példa, hogy csak az esküvő hetén az utolsó simításokhoz kér segítséget a pár. A nyitótáncra való felkészülés azonban nem csak egy tanulási folyamat, hanem kikapcsolódás a mozgás örömmel nyújtotta feltöltődés, egymásra hangolódás is. Nagyon sok minden kiderül egyébként a párról a táncuk során, tehát ahogy egymáshoz viszonyulnak a tánc órán, mennyire türelmesen viszonyulnak egymáshoz, mennyire bulisan fogják fel, mennyire feszültek. Sokan egyébként mondták, hogy egy kicsit kizökkennek a szervezési dolgokból. Nem egy olyan pár van, aki hát izgulva, görcsösen érkezik, és aztán a sikerélményért tér vissza, és azzal, hogy ő szeretne kurzusra is járni. Sok sztereotipikus kép él bennünk a nagy nappal kapcsolatban, például arról is, hogy milyen esküvőről álmodoznak a nők. De vajon igazak-e ezek az előítéletek? Lássuk, mit gondolnak a kérdésről a minket körülvevő férfiak. Szerintem az első kérdés az, hogy egyáltalán álmodoznak-e esküvőről, mert manapság már ez a kérdés is felmerül. Mert hogy szerintem egyre kevésbé tartja magát ez az elképzelés, hogy akkor ez a normális menete az életnek, hogy akkor esküvő meg ilyesmi, meg szerintem kitolódott egyáltalán annak a korosztály valamilyen szinten, vagy az életkor, amikor egyáltalán esküvőbe belemennek a lányok. Alapvetően úgy gondolom, mondjuk, amikor álmodoznak esküvőről, akkor igen, elidealizálják az esküvőt, mert hogy van a fejükben valószínűleg egy kép, és ez mondjuk nem feltétlenül csak a nőkre érvényes, szerintem valamilyen szinten a pasikra is, van egy kép, egy kialakult kép az esküvőről, mint olyan. Ahogy eddig láttam, különböző esküvőkön a menyasszonyt és a vőlegényt, az est végére nem jól érzik magukat, hanem totál ki vannak fáradva, és igazából utána kezdődik nekik az a jó időszak, amikor már úgy le van tudva az esküvő. Tehát, hogy valahol ezt is érzem sokszor, hogy ez a tudjuk le az esküvőt, és ugye a másik azt tudjuk, hogy az esküvőt azt nagyon ritkán szervezik azért a két emberért, aki összeházasodik. Én nagyon tisztelem az olyanokat, akik viszont úgy fogják fel az esküvőt, hogy az nekünk van. Én azt tapasztaltam, hogy a hölgyeknek nagyon fontos az esküvő. Ők egy életen keresztül tervezik, vagy legalábbis az esküvő napjáig tervezik azt, hogy akkor hogy valósítják meg az álmukat. Látom, hogy nagyon fontos a dekoráció, hogy az autó díszítése találjon a terem díszítésével. Ezek mind fontos dolgok, külsőségek, de viszont hozzájárulnak a nap hangulatához. Egy férfi életében ez egészen másképp van. Tehát mi férfiak, én úgy látom, hogy egyszerűen működünk, legalábbis nekem az egyszerűség a fontos, meg a praktikusság, míg egy hölgynek a látvány, meg a dizájn, a díszítés, ezek mind fontos tartozékai az esküvőnek. Szerintem azért, mert ez abból a vágyból fakad, hogy az esküvő, és valahogy így gondolom, hogy igen, így nő fel egy lány, amikor fontosnak tartja az esküvőt, hogy az az a nap, amikor a legszebbnek kell lennie. Mert az az a nap, amiről talán a legtöbb fotó készül egész életében, és utána 30 év múlva is azt mutogatja, hogy ott az esküvői fotó. És hogyha azon nem nézel ki jól, hát az problematikus. Tehát körülbelül olyan, mint az embereknek a tablóképe, hogy azt jó lenne azért jól megcsinálni, mert 20 évig kell nézni. Tehát, és van egy ilyen, igen, valószínűleg a külsőségek benne vannak, de szerintem ez mindig egy belső dologból fakad. Úgy látom, hogy a mennyasszonyi ruha az egyik legfontosabb kelléke az esküvőnek, és ezt a hölgyek nem bízzák a véletlenre, tehát meg is adják a módját, hogy a barátnőket elhívják, szinte ez most már egy ilyen ünnepi hangulatban történik, hogy akkor a barátnők elmennek, kiválasztják, megnézik, felpróbálják, elkísérik a mennyasszonyt a ruhakölcsönzőbe. Sokszor megdöbbennek, amikor megtudom a kolléganőktől, hogy mennyibe kerül egy ilyen ruha kölcsönzése arra az egy napra, de tényleg az ember életében csak egyszer van egy ilyen lehetőség, és ezt ki is használják a hölgyek maximálisan. Ugyanakkor viszont én pont ezt tartom szépnek, hogy az esküvő így vagy úgy, de megmarad egy olyan pontnak, a nők, meg úgy általában az emberek életében, egy olyan pontnak, ami azért nem valóságos, hanem azért mégis egy kicsit meseibb. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Találkozunk jövő héten szombaton 18 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra! Külön köszönet a Paris Beauty Centernek és az Allure mennyasszonyi ruhaboltnak.
Thank you.